A Hír 30 stábja márciusban a március 15-e téren járt, pontosabban a Budapest belvárosi Nagy Boldogasszony főplébánia templomában, ahol az altemplomi beszélgetések névre keresztelt előadássorozat márciusi első alkalmán dr. Pintér Gábor nuncius, Minszki nagykövet volt a vendég. A kérdező partnere Kontra Ferenc korábbi minszki nagykövet volt, aki a nézők kíváncsiságát kielégítve olyan kérdésekkel vezette előre a beszélgetést, amely során megtudhattuk, hogyan és miként lehet valakiből vatikáni diplomata. A vatikáni diplomáciában nem lehet jelentkezni, kezdjük ezzel, ami nagyon különböző a többi országok gyakorlatától, ahol általában egyetemet végzett fiatalok jelentkezhetnek a külügyminisztériumban, hogy szeretnének diplomaták lenni, és akkor a külügyminisztérium elküldi őket megfelelő tanulmányokra, vagy az országon belül, vagy azon kívül. A Vatikánban nem így működik a dolog, nem lehet jelentkezni, hanem ez meghívásos alapon történik, tehát az apostoli szentszéknek van egy sok évre előkészített terve, ami alapján a világ különböző országaiból hívnak fiatal papokat erre a szolgálatra. Nagyjából a mai diplomáciai testületünknek a fele olasz, a másik fele pedig a világ minden részéről érkezik. Tehát ahogy mondtam, meghívásos alapon történik, tehát a diplomata képző akadémia, és erre majd mindjárt kitérek, ennek mindig az elnöke egy nuncius, akinek az a feladat, hogy keressen új jelölteket, és ez alapján, a terv alapján, ez a terv ez részben országokra vonatkozik, részben nyelvekre, tehát hogy minél több nyelvűek legyenek ezek a diplomaták. És az ő feladat, hogy keres jelölteket, részben a Rómában tanuló fiatal papok közül, az ottani kollégiumoknak a rektoraival kapcsolatban van, és azokat megkérdezi, hogy van-e olyan, akit ők alkalmasnak tartanak, illetve a világ széjjel lévő nunciatúráikon és püspökkari konferenciákon keresztül ír, hogy ebből az országból szeretnénk meghívni valakit tanulmányokra, és akkor így kerül valaki a diplomáciai testületbe. A képzés az a világ legidősebb diplomatákat képző akadémiáján történik. A legelső diplomata képző akadémia, ez a Vatikáni Diplomata Képző Akadémia, 310 éves most, és miután, majd biztos erről is szó esik, tudjuk azt, hogy az egész diplomácia, mint tevékenység, az egyházi diplomáciából született meg. Ezért az első diplomata képző akadémia is az egyház berkeiben született meg, és hát azóta is folyamatosan képzi a fiatal papokat. Hogy aztán egy kicsit rátérjünk az én diplomáciai munkámra, tehát amit mondtam eddig, ez az általános. Aztán ugye Magyarország, meg a többi úgynevezett volt szocialista ország egy különleges helyzetben volt. 40 éven keresztül ezekből az országokból a Vatikán nem akart hívni diplomatákat, elkerülendő kényelmetlen helyzeteket, nyilvánvalóan részben önmagát is védte ezáltal, ugye a vatikáni diplomácia, nehogy valakit meg tudjanak félemlíteni ezekben az országokban a titkosszolgálatok, és akkor ezáltal ügynökké válik, vagy válhat, az otthon lévő családjukat meg tudják félemlíteni, tehát elővigyázatosságból ez alatt a 40 év alatt nem hívtak senkit többek között Magyarországról sem, meg ezekből az országokból. Az egyetlen előttem lévő magyar származású vatikáni diplomata Kada Lajos volt, a neve bizonyára sokaknak ismerős. Ugye ő annak idején úgy került oda, hogy a második világháború alatt ő Rómában tanult, és amikor a tanulmányai véget értek 50-ben, akkor már nem engedték őt haza, és ott ragadt, hogy így mondjam, Rómában, ott először a Nemzetközi Karitásznál dolgozott, és hát egy érdekes módon, egy véletlen találkozás kapcsán a Diplomata Akadémia elnöke behívta őt, és meghívta őt, és hát így került a szolgálatba. Ő volt az első, és én vagyok a második magyar ebben a szolgálatban. Egyébként hát a régi évszázadokban nem volt jellemző ez a nemzetköziség a vatikáni diplomáciára. Elsősorban olaszok, spanyolok és franciák voltak, legfőképpen, vagy szinte mindegyik nemesi családokból származó papok, főpapok voltak, akik ezt a munkát ellátták, és gyakorlatilag a második vatikáni zsinat után a 70-es években 6. Pál akarata szerint vált ez
nemzetközibbé ez a vatikáni diplomáciai szolgálat. Arról is beszél dr. Pintér Gábor, hogy mivel több a feladata egy nunciusnak, mint egy rendes nagykövetnek. Ezt viszonylag egyszerűen meg tudom fogalmazni. Attól, hogy egy pápai nagykövet, az mindig, én úgy szoktam mondani képletesen, hogy egy kettős vágányon kell, hogy menjen. Tehát párhuzamosan kétfajta feladata van. Egyrészt a nemzetközi diplomáciának megfelelően a pápát és a Szentszéket, a Vatikánt képviseli abban az államban, abban az országban, ahová akkreditálva van. Tehát kapcsolatot tart az államelnökkel, a kormánnyal, a különböző minisztériumokkal, állami hivatalokkal, stb. Ez, amit minden nagykövet csinál. És azon kívül, ami a pápai nagykövet feladata, hogy a helyi egyházzal külön kapcsolatot tart, tehát a helyi egyház és a Vatikán közötti hidat képezi a pápai nagykövet. Tehát minden ügy, amit az ország egyházát illeti, az mind a nunciatúrán keresztül megy a Vatikánba, és a Vatikánból minden a nunciatúrán keresztül érkezik a helyi püspökökhöz, egyházmegyékhez. Ebben minden beleértendő, mind személyzeti ügyektől, a különböző pápai felhívásokig, a hivatalos iratoktól, a lelki programokig, és hát szóval rengeteg minden. A nunciatúra szervezi például, amikor egy-egy látogatás történik, akár a Vatikán részéről az illető országban, vagy az illető országból a Vatikán felé, rengeteg ilyen hivatalos kapcsolattartás van. Tehát mindenképpen, ha lehet így mondani, egy picit több feladata van egy pápai nagykövetnek, mint általában egy más ország nagykövetének. És aztán van egy olyan jellege is, ami szintén több, hogy sokkal több a pápai nunciusnak a kapcsolata, hogy így mondjam, az emberekkel. Tehát rengeteg meghívást kapok én is, vagy kapnak a nunciusok az ország minden részébe. Nincs olyan hétvége szinte, amikor ne utaznék valahová vidékre, ahol van vagy egy templomszentelés, vagy egy papszentelés, vagy egy valamilyen hivatalos ünnep, ahol aztán ott van egy hatalmas tömeg, ott vannak a helyi civil vezetők, ugyanúgy. Tehát nagyon sok kapcsolat van, amit nagyon sok nagykövet irigyel, mert hogy nekünk nem adatik meg, hogy így mondjam, ez a lehetőség. Tehát ilyen szempontból szokták mondani, hogy a vatikáni diplomácia rendelkezik a legjobb titkosszolgálattal. Hát ez ilyen értelemben igaz, hogy rengeteg információ érkezik hozzánk, ami aztán hasznosítható nyilván egy csomó pozitív dologra, nem a klasszikus értelemben vett titkosszolgálati célokra, hanem akár az ország bemutatására, a más országok felé, más nemzetközi szervezetek felé. Valamint mesélt a nagykövet úr saját pecsétjéről, címeréről is. Tehát ugye a címeremnek az alapja, tehát ez a piros szín. Na most, ami két szimbólum van benne, az egyik az nagyon adott dolog. Tehát van benne egy keresztbe állított két kulcs. Ugye ez az apostoli szentszéknek a jelképe, a pápai hatalomnak a jelképe. Ugye a kulcsok színe az most fehér és sárga, de ez eredetileg ugye ezüst és arany. Tehát ez a vatikáni címerben is, meg zászlóban így van. Tehát nyilvánvalóan miután az én szerepem abszolút a pápai követként a Szentszékhez köt, és az én kinevezésem emiatt történik, stb. Tehát egy alap, hogy az én érsekségemnek és nunciusságomnak az alapja az a Szentszéknek a szolgálata, ezért evidens volt a számomra, hogy ott legyen a Szentszéknek a jelképe, ez a kettős kulcs. És azon kívül van benne egy hordó ebben a címerben. Ugye erre nagyon sokan fölfigyelnek, hogy kerül oda egy hordó. Talán alkoholista az illető, ugye? Na most, ha valaki tudja, hogy én mennyire nem szeretem az alkoholt, akkor nagyon komikussá is válik a dolog. De hát nyilván nem ez a szerepe ennek a hordónak. Ennek kettős szerepe van. Egy emberi, meg egy lelki oldala van. Az emberi oldala az, hogy ez egy kicsit nyelvi kérdés, nem tudom, hogy kinek mennyire ismerős a dolog, ugye engem pintérnek hívnak, a pintér az eredetileg egy hordókészítő szakma, a kádárnak a szinonimája. Ugye a kádár az készítette a nagy hordókat, meg a nagy kádakat, a pintér az meg a pintből származóan a kis hordókat
csinálta. Ez ma már szinte nem létező szakma, vagy szerintem nem is létezik. A kádárok talán csinálnak még kis hordókat. Minden esetre, tehát az én származásom, eredetem kifejezője ez a hordó, miután Pintérnek hívnak, ezért. Na most én azt viszont, hogy ez konkrétan eldöntöttem, hogy ez benne lesz, ez nem ez volt az elsődleges, hanem egy másik dolog, amikor 10 évvel ezelőtt körülbelül olvastam egy tanulmányt dr. Beke Margittól, akinek a neve bizonyára ismerő sokaknak, ő az esztergomi főegyházmegye levéltárosa, egy nagyon, nagyon képzett valaki, aki írt arról egy cikket, hogy milyen liturgikus jelentősége volt a régi liturgiában a kis hordóknak. Ha valaki eljut Esztergomba, akkor, és nagyon kíváncsi rá, nem a Keresztény Múzeumban, de megtekinthető, van egy gyűjtemény Esztergomban ilyen kis hordókból, amik onnan erednek, hogy a II. Vatikáni zsinat előtti időkben a püspök szentelés liturgiájának a része volt az, hogy a felajánláskor az újonnan felszentelt püspök egy kis hordót, és a hordóban bort ajándékozott, adott át a szentelő püspöknek, tehát aki őt szentelte, ezzel kifejezve, hogy részben a liturgiában jelképesen átadja önmagát, mint új püspök, átadja magát az egyház szolgálatára, Jézus szolgálatára, és ezt azáltal teszi meg, aki őt felszentelte. És ezt a bort használták aztán a szentmisében a konszakrálásra. Tehát ennek van egy nagyon-nagyon erős liturgikus háttere és hagyománya, amit én nem tudtam, ugye az én koromban ez már nem történt, ez a szentelés, tehát sose láttam. Én ezt ebből a Beke Margit által írt tanulmányból tudtam meg, aztán elkértem tőle ezt a cikket, és a lényeg az, hogy amikor azt én megtudtam, hogy ennek van egy ilyen jelentőség, akkor evidenssé vált a dolog, hogy ennek a hordónak ott kell lenni a címeremben, hiszen van egy emberi háttere, a családom háttere, és van egy lelki háttere. És aztán még gyorsan, hogy mi lett a mottóm, ez a Gaudium et Spes, tehát az öröm és a remény magyarul, ez így hangzik, ennek is több jelentése van. Egyrészt azt gondolom, hogy ez kifejezi többé-kevésbé az én személyiségemet, és amit én képviselni akarok, tehát a Jézusi örömet és azt a reményt, amit a keresztény hit ad nekünk, embereknek. Egyrészt ez. Másrészt, akik jártasak valamennyire a modern teológiában, vagy az egyháztanban, tudják azt, hogy ez a Gaudium et Spes nevezetű zsinati dokumentum, tehát a II. Vatikáni zsinatnak egy meghatározó dokumentumának ez a címe, ez a neve. És ez az a dokumentum, ami tárgyalja a modern mai egyház és a modern társadalom kapcsolatát. Nyilván egy vatikáni diplomata pontosan ebben dolgozik és ebben él, hogy az egyház és a társadalom kapcsolatát erősíti, ezen dolgozik, stb. Stb. Tehát mint vatikáni nagykövetnek az én teológiai alapiratom, hogy így mondjam, amire támaszkodhat az én egész munkám, az pontosan ez a Gaudium et Spes nevezetű dokumentum, és ennek az egész tartalma, ami meg kell, hogy határozza az én feladataimat. Tehát ezért találtam nagyon találónak, itt is van egy személyes jellege és egy hivatalos jellege. Nagykövet úr elmondása szerint a belarusz emberek sokban hasonlítanak ránk magyarokra. Kedves emberek, akik sokat szenvedtek.